Kedves gyerekek, Ludas Matyi történetét fogom elmesélni. Egyszer réges-régen Döbrögön hatalmas vását rendezte, ahol a portéka árát mindig Döbrögi uraság szabta ki a maga tetszése szerint. Aki ellenkezni próbált, az hamarosan a deresen jajgatott a hajduk kegyetlen ütlegeitől. Döbrögi azt híreztelte, hogy neki bizony még a király sem parancsol. Ludas Matyi, az édesanyja hófehér ludait árulta a vásáron, amikor arra hajtatott hintajával az uraság, s megakadt rajtuk a szeme. Ki ezeknek a ludaknak a gazdája? Kérdi az úr. Én magam, válaszolta Matyi büszkén. Mi a ludak ára? 3 máriás párja. Adod-e féláron? Kérdi a földes úr. Nem én, még az apám lelkének sem, felelte Matyi hegykén. Az uraság unottan csettintett, s már is 3 hajdu toppant elő, hogy Matyi ludait elhajtsák, őt magát pedig a kastélyba vigyék és deresre húzzák. Ott 50 botütést mértek rá engedetlensége miatt. Döbrögi kedvtelve nézte végig, majd a verés végeztével kárőrvendve mondta. Na fiú, remélem, megtanultad a leckét. Matyi alig tudott felállni, de amikor felállt végre, így szólt. Megtanultam, s a fizetséget köszönöm, de az uraság meg el ne felejtse, 3-szor veri eszkenden Ludas Matyi vissza. Döbrögi uraság először megdöbbente bátor beszéden, de aztán jót kacagott, és a következő pillanatban már az esti liba pecsenyére gondolt. A szolgák is csak nevettek rajta, és a hajánál fogva úgy kidobták a kastélyból, hogy a lába sem érte a földet. Matyi a libákára nélkül nem mert az édesanyja szeme elé kerülni. Kedvenc libáját sikerült nagy nehézségek árán kicsempésznie a kastélyból, hiszen egy barát sosem árt, majd elindult, hogy szolgálattal pénzhez jusson, s mesterségekben, nyelvekben jártas legyen. Messze távoli országokat járt be, s mikor már mindennek csínyát, binnyát kitanulta, és kellően bízott magában, elindult, hogy Döbrögi uraságnak a fizetséget 3-szor visszaadja. Döbrögve érve látja, hogy az uraság új palota építésébe kezdett. Megvan, gondolta Matyi magában. Tudom már, hogyan járok túl az eszét. Áruhát öltött, bajuszt ragasztott, egy tollas kalapot nyomott a fejébe, elváltoztatta a hangját, és úgy beszélt, mint egy igazi olasz ácsmester. Döbrögi uraság igencsak megörült neki, mert már előre látta, mennyire fogja őt mindenki irigyelni, hogy ő bizony a kastélyát nem akárkivel, hanem egy külföldi mesterrel tervezteti. Rá is bízta azon nyomban a palota tetejének építését, és egy zacskó aranypénzt nyomott a markába, nehogy meggondolja magát a mester. Hely, ha sejtette volna. A mi Matyink még aznap 200 fejszést rendeltetett az erdőbe, mondván. Igazán lelni alkalmasabb fákat az udvaron lévőknél. Gyorsan mindenki menjen fáért, rikkantotta Döbrögi is vidáman. Mikor már minden fejszésnek adtak munkát, Matyi az erdő sűrűjébe csalta az uraságot. Ugyan kell, mert ölelje át ezt a fát, hogy lássuk, megvan-e egy öl, kérte a földes urat Matyi. Döbrögi megölelte a nagy fát, de ekkor Matyi a túloldalról elkapta mindkét kezét, és egy gúzzsal jó erősen a fához kötözte. Ezután ledobta a ruháját, és így szólt. Nem vagyok én olaszács, hanem Ludas Matyi vagyok, aki megígérte, hogy 3-szor adja vissza, amit kenttől kapott. Ez most az első. Azzal vágott egy jó mogyoróveszőt, és kiszámolta az 50 botütést az uraság talpától a feje búbjáig. Végezetül kivette a libák árát Döbrögi zsebéből, és kedvenc libájával az oldalán eltűnt az erdőben, mint szamára ködben. Az ispán meg a szolgálók sokáig keresték őket. Késő este lett, mire Döbrögit megtalálták jól elnáspángolva, a fához kötözve. Lepedőben vitték haza,
és rögtön hívtak felcsert, orvos, borbét és bábasszony, hogy gyógyítsák meg a beteget. Jöttek is mindenféle csodadoktorok, de az uraságot egy sem tudta meggyógyítani, aki csak nyögött tovább keservesen. No, a mi Matyink sem volt rest, most felcsernek öltözött. Sejemsálat és zubbonyt vett föl, az arcára bajuszt és álszakállat ragasztott, az orrára meg egy ókulárét vigyeztett, s úgy ajánlkozott, hogy majd ő segít, kikúrálja a bajt. Az ispán először gyanúsan méregette, de ura olyan hangosan és elviselhetetlenül jajgatott, hogy jobbnak látta felfogadni az idegent. Elsőnek is, aki csak a háznál van, menjen a mezőre, erdőbe gyógyfüvet szedni, rendelkezett Matyi. Mert csak a gyógyfüves fürdő, no meg a borogatás enyhítheti a rettenetes nagy fájdalmat. Szedetett velük macska gyökeret, ördög hájfüvet, nyúlcseresznyét és angyaltövist, meg mindent, ami csak eszébe jutott. Ment is a kukta, a hajdu, a poroszló, a szobalány, a béres, a strázsa, a fullajtár, a kocsis, a szakács, no meg minden épkézláb ember, aki csak a palotában tartózkodott. Mivel fogalmuk se volt, mifán terem a nyúlcseresznye vagy az angyaltövis, ezért a helyi bába asszony, aki boszorkány hírében állott, irányította őket. Azaz, irányította volna, de jaj, inkább lekaszálták az egész mezőt, de még az erdő szélét is az utolsó fűszálig, csak a bába szemébe ne kelljen nézni. Úgy tartották, hogy aki szembenéz, arra ment el rontást hoz. Közben, amikor kiürült a ház, és a felcser meg az uraság magára maradt, Matyi ledobta a kalapját, elővette a jófajta mogyoróveszőjét, és azt mondta, most megvizsgálom Kendet, csak szóljon, hogy hol fáj. Azzal nagyot suhintott Döbrögi hátára. Jaj, jaj, felcser uram, ott bizony nagyon fáj, jajdult fel Döbrögi. Finomabban, mert nem élem túl. Matyi nagyot kacagott, s most már ókuláriát is eldobva így kiáltott. Nem vagyok én felcser, hanem Ludas Matyi vagyok, és most másodszor is visszaadom a fizetséget. Azzal kapta magát, és kiszámolta az 50 botütést az uraság hátsójára. Azután megkereste a pénzes ládikát, a ludakárát magához vette, mind az utolsó krajcárig, majd úgy eltűnt a palotából, mintha ott sem lett volna. Hazaértek a szolgák a mezőről, a sok növénnyel, virággal, fűvel. Örültek, hogy végre elszabadultak a bába mellől. Tele lett a pince, a padlás, az udvar, az olak, a csűr, a pajta, az istáló, a végén már mozdulni sem lehetett a zsákoktól. Nagy büszkén szaladtak bejelenteni, hogy meghozták a gyógyfüveket, de meglepődve látták a félholt uraságot, aki már épp hogy csak szuszogott. A felcser eltűnt, csak különös kalapját hagyta a padlón, amivel most az egerek játszottak. Döbbenten állt az ispán, majd valami borzalmas gondolat ütött szöget a fejében. Nagyságos úr, csak nem a Ludas Matyi? Kérdezte sápat alca Döbrögi füléhez hajolva. Ludas Matyi, a név suttogva végigfutott a termen. Na, erre már a szolgálók is falfehérek lettek, és szemlesütve kihátráltak a teremből. Egy újabb esztendő múlva Döbrögön ismét vásárt rendeztek. Matyi elérkezettnek látta az időt, hogy harmadszor is behajtsa a fizetségét az uraságon. Egész nap a lókupecek között témfergett, míg végül kiválasztotta a vármegye leggyorsabb lovát, és rávette a gazdáját, hogy segítsen neki utoljára megleckéztetni a földes urat. A lovászlegény szívesen ráállt a dologra, így hát nem sokkal később, amikor Döbrögi hintója megérkezett a vásárba, mellette termett, s elkurjantotta magát jó hangosan. Én vagyok az Ludas Matyi, aki már kétszer visszafizette az adósságát, majd elvágtatod. A furfangos cselbe vált, az újdonsült cimbora pedig maga után csalta az uraság talpnyalóit. Hénye ag az ember, Ludas Matyi! Előre, előre! Most nem menekülhet a zsivány,
rikácsolt a döbrögi uraság, aki először moccani sem bírt a félelemtől, de aztán még a kocsijából is kifogadtatta a lovakat, és a kocsisokat is elküldte a villámgyors léptű paripa után. Ludas Matyi nélkül vissza nem merjetek jönni, kiáltotta még utánuk. Folyt az üldözés hegynek fel, völgynek le, erdőben, mezőre, de bizony nem bírtak a lók besznyomába érni. Végül eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Miközben minden katona, hajdu, kocsis és szolga az áludas Matyi után iramodott, a mi Matyink az erdő sarkából nézte a történteket. Várta, mikor marad magára az uraság, akkor aztán előlépett, és így szólt. Tudja-e az úr, hogy nem Ludas Matyi az, akit üldöznek? Ugyan, fiú, ki volna más? Hát nem hallottad, mit kiáltott az imént? Kacagott Döbrögi megvetően. Hallottam én, hallottam, mosolygott Matyi, s ettől a mosolytól Döbrögit kirázta a hideg. De én biztosan tudom, hogy nem lehet Ludas Matyi, folytatta, mert én vagyok az igazi Ludas Matyi. Engem veretett meg, és az én libáimat vette el. S most eljöttem harmadszor is, hogy visszaadjam az 50 botütést, és a ludaim árát elvegyem. Döbrögi menekülőre fogta a dolgot, de felbotlott a szán lábában, és elesett. A vásári nép pedig már mind köréjük gyülekezett, várták, mi lesz a vége, s közben jókat kacagtak. Matyi előkapta a fokosács, annak nyelével még egyszer utoljára jól helybe hagyta a földes urat, s mikor a ludai árát is a zsebébe számolta, így búcsúzott a keservesen nyöszörgő Döbrögitől. Na remélem, jól megtanulta a leckét, de ne féljen, Kent, nem verem meg többször, mondta, majd megemelte a süvegét és elvágtatott. Lovával hamarosan már a falu másik végén jártak. Na, édes egy búnárom, betartottam, amit ígértem, most már mehetünk haza édesanyámhoz, szólt vidáman kedvenc lúdjához. Gigágá, szólt helyeslően a liba. Matyi jót nevetett rajta, megsarkantyúzta lovát, s meg sem álltak a szülői házig, ahol nagy örömmel ölelték meg egymást, és Matyi boldogan adta át édesanyjának a ludak árának háromszorosát. A döbrögi vásárban azóta is emlegetik a nevét. Hamarosan megházasodott, sok gyermeke született, akiket mind kitanítatott a külhonban tanult mesterségekre és nyelvekre. Módos gazda lett belőle, és még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Sziasztok, gyerekek, minden jót kívánok!